Én a Wikipédiáról fogok beszélni. A Wikipédiát ma mindenki ismeri. Én nem tudom elképzelni azt, hogy olyan ember, aki használja az internetet, illetve a számítógépet, ne tudná, hogy mi az a Wikipédia. Ezért nem is igaz, hát fogok arról is beszélni egyébként, hogy mi az a Wikipédia, de akiknek igazából ez az előadás érdekes lehet, azok, akik ismerkednek a Wikipédiával, gondolkodnak azon, hogy esetleg szerkeszteni is szeretnék a Wikipédiát, és nem csak olvasni. Azok, akik már régi szerkesztők, túl sok újat nem fogok mondani, azok nyilván mindennel teljes mértékben tisztában vannak, de gondolom, hogy nem is azok elsősorban, akik itt részt vesznek. Először azért pár szót mondanék magamról. Én 1970-ben végeztem a Szegedi Egyetemen, mint programtervező matematikus. Ezt követően kicsit több mint 40 évig dolgoztam, mint informatikus különböző helyeken, Magyarországon, külföldön, Németországban, IBM-nél, az Egyesült Államokban és itt-ott. Majd elmentem nyugdíjba, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor úgy éreztem, hogy valamit azért kellene csinálni, és akkor indult nem sokkal azelőtt a Wikipédia, mint program, mint olyan érdekes dolog, és akkor kapcsolódtam bele, úgyhogy közel 13 éve foglalkozok a Wikipédiával, szerkesztem, tervezem meg, csinálom. A Wikipédia 2001. január 15-én indították el az angol változatot, az volt az első, majd 2003-ban létrehozták a Wikimedia alapítványt, ez nem Wikipédia, nem Wikimedia, amely anyagilag így hivatott támogatnia és az anyagi bázist, a háttért biztosítani a Wikipédia számára. Magyarországon Gervai Péter informatikus indította el a magyar változatot 2003. június 8-án, majd itt is fölmerült az igény arra, hogy legyen mögötte egy jogi háttér, és 2008. szeptember 27-én alakult meg a Wikimedia Magyarország Egyesület, amelynek én is egyik alapító tagja vagyok. A Wikipédiában általában az adat, itt van néhány statisztikai adat. Ezek az adatok 2017, tehát már március 22-én, tehát szerdán készültek, akkor most, ha megnézzük a változást, hogy jelenleg hogy áll ez a kérdés, akkor itt láthatjuk, hogy a magyar Wikipédiában jelenleg 406.608 szócikk van, a Wikipedia Commons-ba 37.841.000, tehát érezhető, hogy naponta változik a szócikkeknek a száma, naponta változik és állandóan gyaporolkodik. Most már azért lassabban, mint mondjuk ezelőtt 4-5 évvel, de azért folyamatosan bővül és egyre bővül. Ki tudja, hogy meddig. Most egy kicsit a magyar statisztikáról. Általában a szerkesztőket úgy tartják számon, hogy akik az utolsó hónapban legalább egyszer szerkesztettek, azokat már szerkesztőnek tekintik. Ez kis túlzás, mert azért ezzel van túl sokat nem lehet. Túl nagy munkát, túl nagy aktivitást nem jelez. De jelenleg körülbelül 1600 ember van, aki ugye több-kevesebb rendszerességgel megpróbál valamit beleírni, valamit módosítani, esetleg egy egész szócikket összehozni, és a szócikkek száma 406.000 plusz valamennyi, amit a lapon lehet jól látni. A Wikipédia mellett van két nagyon fontos társprojekt, ami nélkül tulajdonképpen a Wikipédia nem tudna működni. Az egyik ilyen társprojekt az a Wikipédia, Wikimedia vagy Wikipédia Commons. Ez egy médiatár. Ebben fényképek, filmek, mindenféle egyéb médiák találhatók, amik szabadon felhasználhatók, és amiknek a száma közelíti a 40 milliót. Ez egy újságírónak vagy egy valakinek, aki valamiféle cikket akar valamiről összeállítani, egy hihetetlen jó dolog, hiszen ingyenesen, de Creative Commons licensz alatt ezeket a képeket, ezeket a médiafájlokat nyugodtan használhatja, nem kell érte fizetni, és állítom, hogy
sokszor sokkal, de sokkal jobb képeket lehet onnan kibányászni, mint amit a igen drágán áruló fotósok próbálnak eladni. A másik ilyen nagyon fontos társbázis az a Wikidata. A Wikidata az tulajdonképpen egy ténytár. Minden Wikipédiában előforduló fogalomról, amit a Wikipédia mint lexikon megpróbál megmagyarázni, fogalomhoz kapcsolódnak tények. A tények olyan dolgok, mint például XY született, meghalt, ezt az iskolát elvégezte, van neki 4 gyereke, és ilyen dolgok, ezek találhatók meg a Wikidatában. Miért jó ez? Ez azért jó, mert nézzük meg például itt a Magyar Köztársaság elnöknek a honlapját, a Magyar Köztársaság elnöknek a lapján, illetve nem hon, hanem Wikipédia lapját. Wikipédia lapján egyrészt le van írva az életpályája minden szövegesen, úgy, ahogy ez a magyar olvasók részére fontos. Ugyanakkor itt oldalt látunk egy táblázatot, azon az oldalt, ahol a fontos tények, nem azok a dolgok, amik kvázi mesék, hogy választották meg másodszor is köztársasági elnöknek, hanem a tények, mikor született, milyen iskolát végzett, melyik pártnak a tagja, és a többi, benne, iskolái benne vannak. Most, ha megnézzük, ezek az adatok szerepelnek a Wikidatában, ahol megvan adva az, hogy ő született, van, hol született, mikor született, ki a felesége, stb. És ezeket a tényadatokat a Magyar Wikipédiától függetlenül bármelyik más Wikipédia is automatikusan át tudja venni. Tehát ha például megnézzük, hogy a bolgár Wikipédiában mit tudnak a magyar köztársasági elnöknél, akkor nagyjából kiderül, hogy semmit, maximum annyit, hogy a magyar politikus és a jelenleg Magyarország köztársasági elnöke, viszont azért a Wikidatából átjövő adatok automatikusan megjelennek, így hogyha ezt egy kicsit rendesebben kitöltötték volna, nézzünk esetleg egy másik társaságot, nézzük az észteket, akkor itt a tényadatokat, azokat ebben a melléktáblázatban minden Wikipédiában automatikusan megjelennek, hogyha az illetőről akarják, hogy legyen bármi. De ez a társprojekt ezért nagyon fontos. Most térjünk egy kicsit ki arra, ami az, hogy kik szerkesztik a Wikipédiát, azt nagyjából úgy lehet látni, hogyha az ember belemegy és megnézi a Wikipédia szócikkeinek a történetét, vagy egyéb dolgokat, majd arra, ha lesz idő, azért kitérek. Viszont nagyon érdekes az, hogyha én el akarok kezdeni egy Wikipédia cikket, akkor minek írom, kinek írom. A elmúlt évben hosszú 10 éves kínlódás után a Stanford Egyetem és a Német Leibniz Szociálpszichológiai Intézet, az a Német Akadémiának egy ilyen szociológiával, szociográfiával foglalkozó intézete végzett egy nagy egész világra kiterjedő kutatást, alapvetően az angol Wikipédián, kiegészítve ellenőrzés gyanánt a perzsa Wikipédiával, mivel a Wikipédia, Wikimédia Egyesület részéről résztvevő kontaktszemély az egy perzsa hölgy volt, és azt a nyelvet ismerte, és ennek a tapasztalatai láthatók ezen a táblázaton. Ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert ebből megtudhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az olvasók miért mennek a Wikipédiára. A legelső és legfontosabb, amit látunk itt, az a média. Ha valahol megjelenik valakiről egy újságcikk, és az az illetők számára nem ismerőt, akkor az emberek nagy része elmegy és a Wikipédián próbálja kideríteni, hogy ki is az. A második, ami meglepő volt a kutatók számára, vagy hát lehet, hogy nem meglepő, de minden esetre érdekes, hogy a tanulásban használják nagyon sokan a Wikipédiát. Ez alkalmas, mint középiskolások számára, de sok esetben állítólag az egyetemisták számára is egy elég, ha nem is megbízható, vagy nem is a legmegbízhatóbb, de minden esetre első forrásnak egy nagyon jó kiinduló pont, mert egy adott témakörben, ha az a cikk jól van megírva, és azt valaki olyan írta, aki nem csak
abszolút hobbiból, hanem némi hozzáértéssel is készítette el a cikket. Tovább menetelhez ott megtalálható forrásanyagokból el lehet indulni, és akár egy évfolyam dolgozat megírásához is ötleteket és egyéb dolgokat lehet kapni. A harmadik érdekes szempont az a úgymond conservation. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha egy baráti társaságban összevesznek a sör mellett, hogy egy focista 6 gólt rúgott vagy 16-ot, akkor elmennek a Wikipédiára és megnézik, hogy az illető focista hány gólt rúgott pályafutása vagy egyéb alatt. Hasonló szerepet játszik itt a következő kettő, ugye az iskola meg a munka, ami nagyjából azonos a tanulással, és az aktuális eseményeknek az ellenőrzése. Ezen kívül itt a harmadik oszlop, ami jellemző a mai világra, hogy az emberek, ha otthon unatkoznak, akkor is nagyon gyakran fordulnak, hát eleve az internethez, és hogyha bemennek a Google-be, akkor nagyon hamar kikötnek a Wikipédiának. Na most nézzünk azért erre egy-két konkrétumot, hogy lássuk, hogy ez valóban hogy néz ki. Először is itt van Áder János. Áder Jánosnál megnézzük azt, hogy mondjuk nem itt nézzük meg, hanem a magyarban. Tehát Áder Jánosnál megnézzük, hogy az elmúlt időben mikor érdeklődtek Áder János iránt, akkor láthatjuk, hogy azon a napon, amikor őt köztársasági elnöknek választották, akkor 3000-en nézték meg az ő életrajzát, 3000 ember volt az, aki kíváncsi volt rá. Egyébként úgy nagyjából és átlagosan azt lehet mondani, hogy 140 ember szokta egy-egy nap megnézni, hogy ki is az az Áder János. Most megnézzünk egy focistát, ott van egy, nem tudom, ismeri-e valaki ezt a focistát itt a jelenlévők közül. Én mondjuk nem ismertem, csak úgy véletlenül ráklikkeltem. Akkor láthatjuk, hogy valami történt a DVTK-val, mert ő DVTK-s focista. Március 5-én vagy nyertek, vagy valami volt, vagy megjelent a sajtóban róla egy cikk, amikor többen megnézték, egyébként pedig hát nézegetik. Most még összehasonlításként itt van a fogyasztói árindex, ami hát egy inflációval, meg egyéb a dologgal foglalkozó, immár abszolút nem közérdeklődésre, hanem inkább csak a statisztika iránt valamilyen statisztikával valamilyen kapcsolatba kerülő embereknek a számára érdekes cikk. Ennek a megtekintése az kevésbé érdekes, a szem nagyon, hát hogyha 18-al megnézik, az már jó, az már valami különleges esemény. Egyébként átlagosan nagyjából 3-an, 5-en, 6-an szokták ezt a lapot megnézegetni. Tehát ezt azért nem árt, hogyha az ember tudja, hogy most az orvos hogy néz ki a érdeklődés. Most nézzünk meg egy kicsit, hogy mi van a Wikipédia mögött. A Wikipédia mögött van néhány alapelv, ami a Wikipédia szerkesztését és egyben a felhasználását is meghatározza. Az első és legfontosabb az, hogy a Wikipédián szereplő szövegek a Creative Commons licenc szabályai szerint készülnek, és azok szerint használhatók föl. Na most itt egy szabad szoftver konferencián nem nagyon hiszem, hogy erről, hogy sokat érdemes beszélni, hogy mi az a Creative Commons licenc, ezt elvileg, aki szabad szoftverrel foglalkozik, érdeklődik, annak tudnia kell. Mert végül is a szabad szoftver mozgalom, mint olyan, szintén ez alatt a licenc alatt létezik, ezt használja. Lényeg az, hogy megosztható, lényeg az, hogy átdolgozható. Az utolsó sor az, ami egy kicsit fájó szokott lenni az embereknek, mert ha egyszer a Wikipédiába beleírták, akkor ott a laptörténetben így ott amúgy mindenképpen megmarad. Tehát annak a kitörlésére nagyon indokolt esetben van csak mód, és az se kitörlés, hanem csak elrejtés.
Most a származásos műveknél azért illik ezt a két feltételt betartani. Tehát ha én írok egy könyvet, amiben felhasználom a Wikipédia adatait, akkor illik odaírni, hogy ez a Wikipédiából származik, illik odaírni, hogy ez Creative Commons licenc alatt van, és ennek megfelelően, amit én abba beleírtam, az hasonló módon illik, hogy Creative Commons licenc alatt maradjon. A következő fontos terület, ami a Wikipédiát meghatározza, az a nevezetesség. A nevezetesség az a dolog, ami annak az eldöntésére szolgál, hogy mi kerülhet be a Wikipédiába és mi nem. Ez a legtöbb vitának az alapja. Itt a nevezetességnél több probléma van. Egyrészt élő személyeknél probléma van arról, hogy ki a nevezetes, egy MB2-es focista mennyire nevezetes és mennyire nem. Egy író, akinek csak saját kiadásai vannak, mennyire nevezetes vagy nem, és így tovább. Ez egy gyakori vita téma. Minden esetre van róla egy olyan állásfoglalás, hogy nevezetes valaki, vagy valaki. Akkor, hogyha arról megfelelő elsődleges, illetve másodlagos forrásokkal lehet bizonyítani, hogy tényleg mások is írtak róla, másokat is érdekel. Most gyakorlatban hogy néz ez ki? Gyakorlatban úgy néz ez ki, hogyha valaki ír egy szócikket, akkor illik legalább három nem triviális hivatkozást. Tehát ha valaki ír önmagáról, akkor a saját honlapja nyilván nem megfelelő hivatkozás. Ha írtak róla az Indexbe, meg a HVG-be, meg mit tudom én hol, akkor már össze lehet hozni a hármat. Ezek az információk lehetjenek elérhetők. Most a Wikipédiának, magyarnak kevésbé, de az angol Wikipédiának van egy külön listája, hogy mik azok a nem megbízható források, újságok, honlapok és a többi, amiket nem fogadnak el. Legyen nyilván független, nem egy cégnek a rekláma, és mindezeket a dolgokat a Wikipédia közösséggel szemben egy törlési eljárásban meg lehessen védeni. A harmadik alapvető dolog a Wikipédiában a fényképekhez kapcsolódó jogok. A fényképekről való jogot, a fényképekkel kapcsolatban egyszerűbb az élet, mert a fényképekkel kapcsolatban jogszabályok rendelkeznek arról, hogy milyen képet lehet felrakni. Ha személyről szól, akkor kell a hozzájárulás, ez egyértelmű. Ha valami nagy tömegfelé, vagy politikus, vagy közéleti személyiség, akkor nem kell. Ha pedig épületekről, tájakról, egyebekről csinálunk fényképet, akkor megint a szerzői jogi törvény az érvadó. Ezen a térképen zölddel jelölt, sötét zölddel jelölt területeken bármilyen szabadtéren lévő tárgyat, képet, szobort, épületet le lehet fényképezni. A pirossal jelölt területeken a szerzői jog vonatkozik rám, tehát ha én Olaszországban lefényképezek valamit, ami egy akár például egy régi templomot, ami előtt áll egy modern szökőkút, amit 5 éve csináltak, akkor az a kép a Wikipédiára nem tehető fel. Olasz törvények tiltják. Így van például Párizsban az Eiffel-tornyot le lehet fényképezni, föl is lehet tenni a Wikipédiára nappal. De az Eiffel-tornyot a Wikipédiára föltenni éjszaka, tehát amikor ki van világítva, nem lehet, mert a kivilágítást szerzői jog védi. A sárga országokban mindenféle ilyen-olyan-amolyan szabályok vannak, hát ez legfájdalmasabb Franciaország, Olaszország és Görögország esetében. De hát ez van, az ottani országok így szabályoznak. Na most a szerkesztésről nem akarok túl sokat beszélni, itt három alapelvet érdemes betartani, hogy nyugodtan tessék szerkeszteni, biztos meg fogják egy kicsit cincálni, meg fogják egy kicsit ugatni. Nem kell vele foglalkozni, nem szabad itt nagyon érzékenynek lenni. És azért legyünk minél objektívek, és az a bizonyos három forrás, amiről előbb volt szó, az legyen meg. Most pár szót szeretnék mondani a magyar Wikipédiának a hierarchiájáról. A Wikipédiát bárki szerkesztheti, tehát be se kell jelentkezni, nem kell szerkesztődni, és nem kell semmi. Viszont az IP címről való bejelentkezésnek megvan az a nagy hátrány, amit szerintem a jelenlévők kivétel nélkül mind tudnak, hogy az IP cím azonnal lekövethető, és megállapítható, hogy honnan szerkesztettek, jobb esetben akár az is, hogy ki.
Most, ha a szerkesztők regisztrálják magukat, akkor van nekik egy álnevük, amit a Wikipédia véd. Tehát, ha valaki álnéven szerkeszt, akkor elvileg néhány embert kivéve, arról majd egy picit később lesz szó, nem lehet megtudni azt, hogy honnan és ki szerkesztette. Vannak azért emberek, akik meg tudják nézni, de mindenki nem tudja, tehát bárki vagy mindenki nem tudja megnézni. Na most, ha valaki már sokat szerkesztett, 10-15-20 szócikket is megírt, és nem hülyeségeket írt, akkor kaphat egy olyan állapotot, hogy megerősített szerkesztő. Ő neki a szerkesztését senki nem ellenőrzi. Egyel magasabb fok a járőrök, akik ellenőrzik a meg nem erősített szerkesztők, tehát az első két sor, az anonim és meg nem erősített szerkesztők szerkesztéseit, hogy azok csak akkor jelenjenek meg, hogyha azokban nincs hülyeség, nem az van benne, hogy hülye vagy bori, hanem valami értelmesebb dolog. Na most van egy csomó technikai szerkesztő, amelyiknek az a lényege, hogy ezeknek a szerkesztőknek illik némi informatikai jártassággal rendelkezni. Ugye láttuk az Áder cikknek a bal oldalán azt a sablont, abba bárki belepiszkál, akkor az nagyon sok helyen nagyon sok gondot okoz, mert az több százezer szócikben jelenik meg, és egyszerre romlik el százezer szócikben, ami nem egy szerencsés. Vannak, akik a MediaWiki-t szerkesztetik, hát a MediaWiki-nek a belsejébe belenyúlkálni szintén nem egy szerencsés dolog, egy hozzá nem értő által. És vannak, akik úgynevezett botokat, tömeges szerkesztést tudnak végezni. Most a műszaki, ez volt a műszaki, az adminisztráció területén három réteg van, vannak az adminisztrátorok, akik megvonhatnak jogokat, törölhetnek, eltüntethetnek szerkesztéseket. Vannak az IP ellenőrök, Magyarországon hárman vannak, ezek azok, akik a turkálhatnak a Wikimedia szervernek a logjában, és akik megnézhetik, hogy adott IP-ről XY mit követett el, mit írt, mikor, hogy, merre, meddig. Ebben Magyarországon három van, ez nagyon kötött. És vannak a bürokraták, akik a adminisztrátorok nem általában kezelik a Wikipédia jogosultsági rendszerét. A szócikkek minőség szerint négy csoportba oszlanak, van ugye a szubcsonk, ami rövid, értelmetlen, van a csonk, ami nagyon rövid, de azért van értelme szükséges, van a jó szócikk, ami már egészen jó, és vannak a kiemelt szócikkek. Ezt általában a társaság szavazza meg, és hogy egy lappal mi történik, azt a laptörténetben lehet megnézni, még itt egy szót erről az ellenőrző jelölt lapváltozatokról, tehát szó volt róla, hogy ugye az IP-ről meg a szerkesztőkről, akik nem regisztráltak, illetve nem megerősítettek, azoknak a szerkesztősít ellenőrzik. Ezt jelöli is a Wikipédia, tehát azoknak a lapoknak, amíg még nem történt meg az ellenőrzése, azok az ellenőrzetlen lapok, ahol valamilyen járőr, adminisztrátor módosított, illetve leellenőrizte, azok lesznek az ellenőrzött lapok. Nagyjából túl is léptem a 25 percemet egy perccel, úgyhogy ezzel megköszönöm a figyelmet. Ha valakinek van valami kérése, kérdése, akkor délig mindenképpen megtalál, és én nagyon szívesen válaszolok minden konkrét kérdésre. Köszönöm.